Ütubozás, Zalaegerszeg fanatizmus, magyar bajnokság a virtuális térben. Erről lesz ma szó a 16-oson belülben. Mai vendégem Ciráki Krisztián, azaz ismertebb nevén Cera lesz a vendégem, úgyhogy szia, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban. Szia, üdvözöllek én is, és köszönöm a meghívást. Nos, nálad így az egész hogy kezdődött, hogy megismerkedtél a futballal? Mik voltak azok a motivumok, melyik mérkőzés volt, hogyha egy kicsit így az emlékeidben visszakutatsz, ami után elkezdte szeretni magát, ezt a sportágat, ezt az egész, tényleg már mondhatjuk, szerelmet is? Hát megmondom őszintén, hogy még nagyon kicsi voltam, amikor életem első mérkőzésén voltam, szóval arra nem nagyon emlékszem. Ami nekem megmaradt, az az, hogy Zete bajnok lett, és az akkori szezonban apukám többször kivitt a mérkőzésekre, és akkor még a régi stadion volt, szóval állóhelyek voltak, meg ilyen fapados volt a lelátó is, és mi mindig az állóhelyre mentünk, nem a kapu mögé, hanem így az északi oldalra. Hát akkor is az ugye az egész millió, meg az, hogy körülbelül nem láttam semmit sem, mindig fel kellett engem emelni, hogy lássak valamit, és akkor úgy néztük a meccset, és az egész atmoszféra megfogott. Inkább nem is az, hogy maga a foci, hogy milyen jó megoldások voltak, meg ilyesmi, hanem maga a közeg az, hogy ott vagyok, énekeltünk, szurkoltunk, jól éreztem magam. Egy ilyen családi esemény volt, családi mozata is volt így a dolgoknak. Aztán ugye egyre jobban kezdtem megismerni a játékosokat, és nagy kedvencem lett egyből Valtner Róbert, a Zete mostani edzője, illetve kedvenc játékosom volt Radu Szabó, akármennyire is meglepő. Valamiért ő volt a kedvenc játékos, nem tudom, Ákos, te emlékszel-e rá? Hát szerintem lehet akkor még nagyon meg se születtem, úgyhogy nem valószínű. Ja, hát igen, ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen 7-8 éves lehettem. Radu Szabó az a játékos volt, aki az előző szezonjában bent tartotta az Etét a fontos góljával, mert majdnem kiesett az Ete az NB1-ből, és aztán utána a 2001-es szezont, amikor megnyerte az Ete, akkor ő rúgta a gólt a Ferencváros ellen. Szóval ő mindig olyan játékos volt, hogy 60. perc, 70. perc környékén beállt, és rúgott egy nagyon-nagyon fontos gólt, de azt az utolsó fél órát le a kalappal mindig végignyomta, és nagyon tetszett, mindig vártam, hogy na, álljon be Radu Szabó, és hozza a csodát, tudod. Sajnos akkor már idősebb volt, szóval nem volt lehetőségem arra, hogy úgy fénykorában lássam a Radu Szabót, de amikor így úgymond levezetett, vagy a karrierje vége fele volt, akkor ismerkedtem meg vele, és tényleg ez volt bennem, hogy Szabó, és akkor megvan a meccsin a gól. Igen, és akkor a bajnokság megnyerése volt az ominózus pillanat, amikor így ugye az egész millió berohantunk a pályára, akkor ugye egyből levetkőztették a játékosokat, meg minden óriási nagy élmény volt. Külön jeleneteket nem tudok elmondani, de többször visszanéztem videókról, és így azért tudom, de nagyon régen volt, tényleg voltam 7 éves körülbelül, ezért úgy nagyon nem emlékszem. Az van meg, hogy ott vagyunk a kapunál, és akkor váltjuk a hálót. Meg hogy Walter Robbie-nek a stoplia megvan. Az egyik. Hát azt hiszem, ne se lehetne tagadni, hogy melyik csapatnak volt tényleg a fanatikusa. Ugye azóta viszont az Zalaegerszeg megélt egy kiesést, és hosszú éveket töltött el ugye a másodosztályban, majd utána feljutott, és most sikerült a bentmaradás. Nem tudom, mennyire követed mostanában az NB1-et, mennyire követed az Zalaegerszeget, meg van még ugyanaz a rajongás a klubért, meg magáért a bajnokságért, mint ami mondjuk megvolt, amikor elkezdted követni, és amiről itt nemrég meséltél nekünk. Hogy éltette meg ezeket az időszakokat? Hát most még talán nagyobb is a rajongásom, mert régebben családi program volt a foci meccsre járás, most pedig egy baráti program lett. Jó barátommal, kedves ismerősökkel mentünk a meccsekre, és mi olyanok vagyunk, hogy inkább végig szurkolunk, végig állunk egy mérkőzést, ahelyett, hogy ülve maradjunk és csendben megnézzük azt. Hát ez a színházas jelleg, ez egyszerűen nem tudjuk tűrtőztetni magunkat, vannak jobb jelenetek, felugrunk, ordibálunk, élvezzük az egészet, és természetesen szurkolunk is.
A kiesést pedig, hát borzasztó volt megélni, mert akkoriban még Csank János volt a vezetőedző, emlékszem még, talán harmadik is volt az etés Intertotó kupában is indultunk, meg hát valami nemzetközi szereplés is volt, ahol aztán hosszabbításban búcsúztunk, míg a Géza védett, hogyha jól emlékszem, a Vlaszák Géza. És aztán ugye hirtelen eltelt, nagyon kis idő, nem sok idő telt el, jött egy nagyon jó mezünk, a kék-fehér csíkos mez, ahol függőleges csíkok voltak, ezt egyébként meg is szerkesztettem még FIFA-ban, és így játszottam ezzel a mezzel, mert nagyon tetszett. Aztán Csank Jani bácsi ezzel alatt, nem tudom, valami utána megtört. Sokáig sikeresek voltunk, és valami megtört, utána volt még edzőváltás is, de már az sem segített. És emlékszem, sokáig még pontot sem szerzett az ETA, azt hiszem talán a Pápo ellen szereztünk újra pontot abban a szezonban, hát katasztrófa volt előtte, meg volt a Magyar Kupa döntőn is, ahol bőrigáztunk, Debrecen ellen játszottunk, abban az idényben Debrecen mindent megnyert, és hát a kupát is. A bajnokságban emlékszem, hogy többször is megvertük őket, de hát a kupa döntő az nem jól sikerült, akkor még a régi Népstadionban játszottak a csapatok, és a kupadöntőről még a Rudnesznek a neve, Artyom vagy Artyom, nem is tudom, hogyan van pontosan, a Rudnesznek a neve rémlik, aki később ment Lengyelországba focizni, és meg Juventus ellen is betalált. Szóval rengeteg élmény volt akkoriban, és egy öröm volt mérkőzésekre járni. A kiesés pedig megrendített minden zalaegerszegi. Tehát senki nem számított arra, hogy az élmezőny egyik csapata a következő szezonban ki is esik. Pedig aztán az ETA-nél szerintem ez mindig benne volt a pakliban. Tehát a bajnoki cím előtti szezonban is majdnem kiesett az ETA. Utána a bajnokságot nyert, aztán ilyen hullámzó teljesítmény volt. Aztán MB2 természetesen ugyanúgy végigkövettem. Ugyanúgy álltunk ki mérkőzésekre, de furcsa volt. Tehát nem volt meg az a milliója ugye az egésznek. Balatonfüredi mérkőzések, meg ilyen. Most nem akarok én nyilván leszólni más csapatot, de hát nagyon furcsa volt ilyen gyengébb csapatok ellen futballozni. Már úgy gyengébb csapat, hogy kevesebb tradícióval bíró csapat. Értem. Például, amikor Zalaegerszeg Fesztivál volt, eljött hozzánk a Csákvár, aztán kikaptunk 3-0-ra, és akkor a csákvári szurkolókot buliztak az Egerszeg Fesztiválon, az etések meg hát szomorkodtak. Tehát így ilyen élmények voltak, mert a stadion mellett volt a fesztiválunk is. Hát ahogyan hallod, csak örömmel és boldogságot tudok visszatekinteni, még akkor is, hogyha MB2 volt, mert azért ez is egy fajta élmény volt. De természetesen jó újra visszakerülni az NB1-be, viszont valahogyan ez így most már más. Idősebb is vagyok, és valahogyan ez az NB1 már nem az az NB1, mint ami régebben volt. Ja. Hát ugye ennek nyilván köszönhető a létszámszűkítés is, és amit ugye mondtál, hogy benne volt a pakliba, hogy kiesett az Alegerszeg. Igaz, én azt a bajnokságot még nem követtem, hiszen azt hiszem még iskolása voltam abban az időben, amikor az ETA elhagyta az NB1-et. Viszont ami megmaradt, mert nyilván azért utána néztem többször is a múltnak, és még nagyjából egy éves már lassan az a lista, amit készítettem, és ugye fent is van a YouTube csatornán, hogy összeválogattam az elmúlt évek, azt hiszem a 2000-es évekig bezárólag azokat a csapatokat, amelyek a leggyengébben teljesítettek, és úgy estek ki az NB1-be, és az Alaegerszeg a top 3-ban benne volt. Most ezt nem merem megmondani, második vagy harmadik, de nagyon csontsimán esett ki az ETA. Annyira talán nem simán, mint tavaly a Kaposvár, de nagyon közelített ahhoz. Azt hiszem, csak egy győzelem volt, az is Pápán. A Pápa, ugye? Pápa meccset mondta, nem tudtam, hogy az öntetlen lett, vagy pedig győzelem, akkor győzelem. Ja. Hát pedig nagyon szuper mez volt abban a szezonban, nekem inkább az maradt meg. Akkor volt a kedvenc mezem. Ja, hogyha az előző szezonokat pedig nézed, akkor biztos vagy benne, hogy az én mezőimben fogod találni az etét. Főleg a és tudom, talán a 2010-es évek elé, most gyorsan is nyitok itt egy, igen, 2011-12-es szezonban esett ki az ETA, 13 pont, a 30 meccs, 13 pont. És a elmaradó Pápának pedig 30 pontja volt, tehát mondhatni több mint kétszer annyi. Az előző szezonban pedig az ETA ott volt a negyedik helyen.
Úgyhogy videóton Paks Fradi Zete. Paks lett a második annó. Érdekesség, hogy a Paksot is sokan leírják, azt mondják, hogy ez egy gyengébb csapat, meg sokan kritizálják, meg most itt, hogy negyedik hely, mekkora a szenzáció, de nem. Itt van a példa, 10-11-es szezonban második lett a Paks. És idén sem teljesítettek rosszul, ahogyan mondjuk tavaly Márton Gáborral, miután átvette az irányítást az Alegerszeg sem, és úgy vághatott nekik gyakorlatilag az öt ennek a szezonnak, hogy akár esélyes lehet Európára is, viszont nem tudom te, hogy láttad, de hát abban egyet érthetünk, hogy szinte az egész keret kicserélődött, és újra kellett szokni az egésznek, új edző jött, ugye Boyer Gábor vele volt szerencsém beszélni is, és hát nem tudom, nagyon változó a megítélése, mert vannak olyan Zalaegerszeg drukkerek, akik azért nyilván nagyon elítélték Boyert, illetve nagyon várták már a távozását, voltak, akik nagyon is kiálltak mellette, és az, hogy ennyire mély gödörbe került ez, azért nem elsősorban őt hibáztattak, nem tudom, hogy vele szemben neked milyen a viszonyod, de hát nyilván most jött a Robi, és ő mentette meg a Zalaegerszeget a kieséstől, így összességben hogy tudnád értékelni ezt az idei szezont? Visszakanyarodnék még az előző szezon végére, miután jött Márton Gábor, és előtte azért említsük meg, hogy ahogyan az ő személy is az Alegerszeghez tartlakozott, azért Bőle Lukács, illetve Katanec is jöttek, akik eléggé kivették a részüket, tehát egy támadó, illetve egy védekező is érkezett az Etéhez, és valahogyan akkor szányra kapott az Ete, és az utolsó meccseken nagyon jó teljesítmény nyújtottak, és mindenki tényleg azt várta, hogy jön a következő szezon, amennyiben egyben marad ez a csapat, akkor stabil élmezőny is lehet, és hogyha nem tette még az Európa Liga is akár összejöhet, és újra nemzetközi ponorra lépett az Ete. Azonban, ahogyan ez sajnos lenni szokott, és külföldön is gyakran előfordul, hogyha egy csapatban változás történik, és hirtelen egy közepes vagy gyengébb erősségű csapat valami kiugró eredményt ér el, kiugró játékot mutat fel, akkor azokra a játékosokra felfigyelnek. A hazai csapatok is, a külföldi csapatok is, és mivel az Eténél rengeteg kölcsönjátékos volt, ezért várható volt az, hogy ezt a csapatot ezt nem lehet egyben tartani, hiszen a többi, főleg magyar vonatkozású csapat, tehát a magyar bajnokságban játszó csapat, de akár mondhatni NB2-est is. Ha kölcsönjátékosuk, vagy a játékosuk az Eténél volt kölcsönben, akkor nyilvánvalóan, hogyha jó teljesítmény jutott, akkor inkább visszavárták, vagy pedig úgy adták volna tovább, hogy hatalmas nagy pénzekért. Aztán persze itt volt itt a játékosok között is, szerintem érdekkülönbség, vagy félreértés, mert hát én beszéltem pár játékosra, most nevet nem szeretnék mondani nyilván, de sokan nagyon jól érezték magukat akkor itt az Etében. Azonban nem lehetett tudni semmit. Tehát a játékosok nem tudták, hogy most maradjanak, menjenek. Az egyik játékostársuk kapott egy jó ajánlatot, akkor ő is kapott egyet, most hogy vajon akkor a haverom, mert körülbelül mondhatni haverok voltak, elfogadja azt az ajánlatot, ő elmegy innen, én maradok, akkor már nem lesz ugyanolyan. És abból az Etéből formán itt a játékos, hogyha elment volna, akkor hiába maradtak volna meg a többiek, szerintem akkor sem lett volna már ugyanaz. És ez az egész bizonytalanság. Egymásra váltak a játékosok, aztán mindenki azt mondta, hogy elég, és akkor itt így vége lett. Például Tamás Krisztián is az utolsó pillanatban ment a Honvédhoz, mert a videóton kész lett volna már, ugye, arra, hogy lemondjon róla, vagy kis összegét, vagy máshogyan, nem tudom. Hát ugye képben volt, hogy most Zete, vagy egy másik csapat, és például ő se tudta, vagy tudhatta, hogy itt fog történni Zalaegerszegen, és nyilván Honvédnál megépülni látszott egy nagyon jó csapat, és elfogadta azt a lehetőséget, mielőtt még ugye Egerszegen bajba kerülhetett volna esetleg. És hát végül is így ez a meghatározó játékosok távozása, illetve az edző távozása volt az, amely miatt az Alegerszegen egy új csapatot kellett építeni, ebben viszont többnyire jól elnyúlt a sportigazgató, illetve a szakmai stáb. Az, hogy most Boyer Gáborról én mit gondolok, hát megmondom őszintén, szerintem
ő hozta azt az egyéniséget és azt a játékot, amit tőle elvárható volt. Láttam, hogy sok mérkőzés nem az edző személye ment el, sok viszont lehetséges, hogy azon ment el, például ilyen utolsó pillanatokban jó lett volna cserélni, vagy amikor emlékszem, Damien Patrick sérülést szenvedett a 89. percben, és még volt csere lehetőségünk, lelátszódott Patrikon, hogy nem jó a bokája, rosszul rúgta ki a labdát utána, és meg is kaptuk a gólt. Tehát fel lehet hozni negatívumokat, de pozitívumokat is, és szerintem nincs a világon olyan edző, akinél ne lehetne felhozni negatívumot, mindenbe bele lehet szerintem kötni, főleg mi magyarok mindenbe szeretünk belekötni, mert mindenki edző. Szóval én nem éreztem semmi olyat, hogy itt Boy Gábort el kell küldeni, vagy hogy Boy Gábor itt rosszat tett volna. Nem is láttam azt, hogy ki jöhetne, ki tudna segíteni. Mártó Gábor személyéről úgy voltam, hogy sajnáltam, hogy elment, de hogyha már egyszer elment, akkor eljön vissza azért, mert kirúgták. Hát így éreztem. Volt, de Robinak meg örül egész Egerszeg, de hát mindenki bizonytalan volt, illetve még szerintem sokan most is bizonytalanok, hiszen ő is egy fiatal edző, kevés tapasztalattal. Hát aztán tudjuk most is, mi van a Kaposvárnál, tehát NB3-ból NB1-be feljutottak, most meg úgy tűnik vissza NB3, ami nincs ott a Robi. Érdekes, minden esetre sok sikert kívánok én a Robinak, és remélem, hogy ezért a következő szezonban még jobb teljesítményt tud nyújtani. De azért egy stabil középmezőben várom az Etét, és most ki fog derülni hamarosan a következő héten, hogy hát még ugye utána az átigazolási időszakban, hogy vajon most sikerül-e az a Zalaegerszegnél, hogy a szakmai stábot is, illetve a csapatot is egybe tartják-e, mert hát megint vannak kiugró teljesítményű játékosok, főleg a kölcsönben szereplő játékosok, mint a Favorov, illetve a Szántó. Szóval nehéz lesz nagyon. Mondjuk amivel könnyebb ugye Valtner Robinak itt Zalaegerszegen, hogy azért sokkal több játékoshoz tud nyúlni, sokkal minőségibb játékoshoz tud nyúlni, tehát jobb a háttér, mint ami volt Kaposváron, úgyhogy ebben azért lehet bizakodni. A következő... Illetve, igen. Ne arra, úgyhogy a szabadba vágok, de még az is nagy segítség, hogy volt csapattársai, és ott ülnek mellette, tehát Molnár Balázs, aki az ifistákkal is foglalkozott, ő is ott másodedző, azt gondolom, vagy segédedző, valami ilyesmi, tehát ő is be tud segíteni, ő is ismeri a csapatot, illetve ott van Valaszán Géz is, tehát ez kissé olyan, már csak Kocsárdi Gergely hiányzik esküszöm, tehát kissé olyan, mint hogyha a régi nagy Zetés, hát számomra legendás Zete játékosok, mert én ugye nem tettem, csak 7 éves korom óta követem a Zetét, összeálltak volna, és most ugye szakmailag menedzselik az Zalaegerszeget, és talán most ebben bizakodhatunk, hogy ezzel így az akadémia is jól jár, illetve, ahogy említetted, nagyobb keretből is tud meríteni az Ete is, és talán így a csapat is jól járhat, meglátjuk. És Voltner is legalább olyan helyre ment, ahol tényleg ismerik meg, hát neki az a... Tehát volt ugyan Kaposváron is játékos és edző, de mégiscsak Zalaegerszeghez köti legjobban a szíve, hogy ezt a lassan már egy éves interjújában nekem is elmondta, meg ez egyértelműen látszik, és az is nagyon fontos tényező, mert ott van a remek ellenpélda, hogy Huszti Szabolcs, Debrecen, látszik, hogy mi történik ott is, úgyhogy... Hát igen. Nagyon nagy kockázatot vállalt azért a Robi, szerintem ezt sokan nem merték volna bevállalni. Akár ki, akár itt mond, mert... Hogyha ez most nem sikerült volna, ez a bennmaradás, akkor ki tudja, mi történik a karrierjével. Abszolút alapomat hajtom, illetve fejemet hajtom Robi előtt, mert most ő tényleg a csapatot mindenek elé helyezte, még mutatni az a saját karrierje elé is, hiszen 19 rabot húzott, van a mondás, az abszolút helytálló. És bennmaradt, és innentől pedig remélem meg lesz a licensz a jövő évre, és akkor mehetünk előre, és tényleg most abban bízok én nagyon, hogy a magyar bajnokságban rendkívül gyakori az edzőváltás, főleg a Diós Győrnél, az Eténél is nagyon sok edzőváltás volt az utóbbi időszakokban, és jó lenne, hogyha mondjuk egy ilyen 3-4 évig legalább ugyanaz az edzőnk van, mint ahogy a régen Csank Jani bácsival is volt, ugyanaz az edző, akinek megvan szavazva a bizalom, és csapatot építhet, játékot szervezhet,
és több évig menedzselheti az Etét. Én ebben bízok, hogy most egy ilyen időszak lesz. Középcsoport lesz az Ete, akkor középcsoport lesz, csak hát ne essünk ki. Így gondolom. Jelenleg egyébként van neked hát kapcsolatod akár mostani, akár mondjuk korábbi labdarúgókkal, vagy olyanokkal, akik mondjuk az Alaegerszeg kötelékébe tartoznak? Jelenleg most nincsen. Volt zetésekkel tudtam beszélgetni. Külföldivel, magyarral is. Mostani csapatból megmondom őszintén nem nagyon volt számomra úgy kiugróan szimpatikus játékos. Hát amíg ugye az Ete szenvedett a valóságban az MB2-ben, ha most idézek tőled, akkor hát ott ünnepeltek a csákváriak a vendégszektorban a 3-0-es győzelem után. Hát addig a FIFA-ban az Alaegerszeg meg felemelhette a Bajnokok Ligája serlegét, de nem górjunk ennyire előre, kezdjük még kicsit nagyon az elejétől. Na, honnan jött neked az az ötlet, hogy belevágja a YouTube-ozásba? Mi invitált erre? Imponált erre? Régebben az egyik jó barátom, akivel együtt jártam főiskolára, ő kezdett egy YouTube csatornát, Raccoon Heroes néven, és akkoriban így a poénkodásról szólt minden, főleg a GTA, illetve leginkább a GTA 5, de más játék is előkerült, és azon a csatornán jóformán mindennel foglalkoztunk, teljes mértékben kötetlenül, és szintiszta poénkodás volt minden. Aztán úgy gondoltam, hogy én már FIFA 2000 óta körülbelül aktívan játszok számítógépes játékokkal, és azért mondom, hogy FIFA 2000 óta, mert az volt az első komolyabb játékom. És onnantól én folyamatosan követtem a FIFA-t, de egyes játékkal játszottam. Talán azt hiszem a 2004-es vagy 5-ös maradt ki egyedül, de az összes FIFA-val játszottam folyamatosan. És ezért úgy döntöttem, hogy az akkori YouTube csatornánkon is érdemes lenne kipróbálni azt, hogy az emberek mit gondolnak magáról a FIFA-ról, és nekiálltam egy sorozatnak. Talán a FIFA 15 volt az, amiben kezdtem, de ebben most már nem vagyok biztos. És mivel népszerű lett, ezért folytattam, és hát más játékokkal is játszottam mellette, de a fő profil a FIFA volt, hát ez tetszett leginkább az embereknek. Igen, közben gyorsan visszapörgettem, és a FIFA 15 volt. És mivel a egyéb játékok már nem voltak annyira izgalmas a nézőimnek, ezért úgy döntöttem, hogy akkor leragadok a FIFA-nál, azt viszont nem szerettem volna, hogyha az a csatorna csak a focis játékokról szól, ezért átértem a másik csatornámra, ami ugye a saját csatornám, és csak én szerepelek ott, és ott folytattam a FIFA-val, aztán később a PES-sel. Azt még megemlítem, hogy a FIFA Hungary oszlopos tagja voltam, amikor a HSP készítéséről volt szó. Hát most nem tudom megmondani őszintén, hogy hányadik FIFA-tól készítettünk Magyar Bajnokság PES-et, de nagyon régóta dolgoztunk ezen a projekten, és volt, hogy még a stadionokat is elkészítettük, abban én nem vettem részt, én nekem grafikai, illetve adatbázis kezelési munkáim voltak akkoriban. De hát ebből kiindulva én mindig úgy éreztem jól magam a focis játékokban, hogyha kedvenc csapatommal játszhatok, és ez pedig az Ete volt, és így népszerűsítettem is magát a patchet, illetve magát a játékot. Azt megemlítem némelyik, hogy kizárólagosan hobbi szinten üzemeltettem a YouTube csatornát, tehát nem bevételszerzési célból, és nem is szereztem bevételt egyébként ebből, tehát ez egy ilyen kikapcsolódás volt számomra, és egyfajta hobbi. Hát ugye ezen a, mondhatjuk, új csatornádon nem Bajnokok Ligát, hanem Európa Ligát nyertél az Alaegerszeggel, de az is egy elég hosszú karrier volt, és főleg most, hogy mostani FIFA 15-től, azt hiszem, hogy FIFA 16-tól, már nem is tudom pontosan, de sajnos eltűnt teljesen a magyar bajnokság, és hát
ha nem szerkeszted meg, gyakorlatilag nem is játszhatsz azokkal a csapatokkal, ami azért főleg nekünk, akik mondjuk hát a magyar fociban élnek, és azért nyilván kedvelik az NB1-et, eléggé hát szívfájdalommal jár. És a PES-ben is ugye, hát, ahogy mondtad, ott is szerkesztő volt, szóval szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nektek köszönhetően azért mégiscsak vannak olyanok, akik legalább a PES-ben tudnak ezzel játszani. Na most, hogyha... Egy pillanat, kijavítanak, mert én csak a FIFA-ban, tehát a FIFA Hungary-nél voltam szerkesztő, tehát csak a FIFA-hoz készítettem a grafikákat. A PES Hungary, Eshun Hungary csapat készítette oda a patchet, tehát én nekem ahhoz nincsen semmilyen közöm, csak egy ilyen népszerűsítő voltam, tehát abba vettem részt, hogy népszerűsítsük magát a patchet, és segítsek embereknek a patchnek a telepítésében. Illetve készítettem pár meszt, de kizárólag saját felhasználásra. A PES-re pedig azért értem át, mert ahogyan nem tetted az előbb, a FIFA-hoz 16. rész után nem készült. Magyar meccsenek az oka, hogy az adatbázis szerkesztő már el az új a FIFA-hoz, és ez pedig PlayStation-on, illetve PC-n lehetőség van. Arra, hogy saját csapatokat, illetve saját bajnokságokat helyezzünk a játékba. És ezt még egy kicsit megtekerném azzal, hogy nekem jobban tetszett a PES 20, mint a FIFA 20, és a FIFA 19-től én ezzel játszok, és a PES-t vallom jobb játéknak, meglátjuk, hogy ez idén változik-e. Rendben, köszönöm a javítást. Egyébként, hogyha most itt valaki kedvet kapna arra, hogy hát akkor, ha már van PES, vagy szeretne PES-t beszerezni, csak azért, hogy játszon tényleg magyar csapatokkal, mert ugye az NB 12 csapatán kívül, ha jól tudom, tavaly biztosan azért voltak még az NB 2-ből is hozzácsapva a csapatok, például a Vasas vagy az Eto, úgyhogy azért van több csapat is ott. Így hát röviden, most nyilván így hirtelen nehéz lenne elmagyarázni, de így röviden, ha össze tudnád foglalni, hogy mit is kell ehhez tennie az illetőnek, hogy meglegyen ez a játékmód. Két mondatban is körülbelül el tudom mondani. A Passion Patch Facebook oldalára látogassatok el, csak megtaláltok mindenhez tartozó információt. E-mail címükre írtok, és egy kiváló tutorial videó segítségével könnyedén importálni tudjátok a patchet a PlayStation-os, illetve PC-s játékotokba. Semmi nehézség nincsen ebben, mindenki könnyedén meg tudja csinálni, és le a kalappal a srácok előtt, mert most adták ki nem is olyan régen, március közepén körülbelül a V4-es versziót. Szóval PlayStation, PC, Xboxosok sajnos kimaradnak a buliból, meglátjuk, hogy ez hogy lesz legközelebb. Szóval Passion Patch. Miután hát megvolt, vagy miközben megvolt ugye ez az a legerszeges karrier is a Patch-ben, addig egy másik karriermódra, másik sorozatra fektettél, ami hát az Zalaegerszegnek a saját nevelési játékosának a főszereplésével, azaz Bedi Bencével készült. Kicsit itt a játékmódra is lennék kíváncsi, mert közben ugye ahhoz van nyilván a legtöbb ember hozzászokva, hogy hát játszik egy csapattal, addig egy játékos karrier videósorozat is azért elég gyakori szokott lenni, de főleg FIFA-ban, tehát én is rengeteg ilyen karriermódot láttam, és akár játékos karriert is, de ha nem tévedek az emlékeink között, a legelső, meg lehet a legutolsó játékos karrier is PES-ben, az a Bedi Bence karriermód volt, amit láttam. Úgyhogy mennyire volt szokatlan és nehéz játékos irányítani magában a PES-ben? Mennyire volt nehéz ezt megszokni? Rendkívül szokatlan volt, mert én mindig úgy játszottam játékos karriert is a FIFA-ban, hogy az egész csapatot irányítottam, nem csak egy játékost. A PES-ben viszont egy játékos irányítottam, és annyira más érzés az, hogy a játékos társadalmat kell támaszkodnod ahhoz, hogy sikeres legyél. Nem az van, hogy mész előre, kialakítod a helyzeteket, és hogy elrontasz egy helyzetet, majd kialakítasz egy következőt, amiből gólt szerezhetsz. Itt meccsenként alig van pár lehetőséget, hogyha kihagyod, lehet, hogy lecserél az edző. Tehát egyfajta nyomást helyez rád, és úgy gondolom, hogy jobban át lehet élni azt, amit egy játékos úgy
úgy érezhet a pályán, a valóságban is. Hogyha jól emlékszem, lehet a PES-ben is beállítani úgy, hogy az egész csapatot te irányítsad, de egyszerűen maga a PES az egy más játék, azért ezt nehezen tudom elmagyarázni, ezt érezni kell. A labda fizikája, az atmoszféra innen teljesen más, mint a FIFA-ban. Inkább ez is árkád játék szerintem, már van, aki szimulátornak mondja, de nem értek egyet, de szimulátorosabb, tehát a valósághoz közelebb áll, és az, hogy megkapod a labdát a játékosoddal, de már ott az ellenfél. És hogyha megnézünk egy mérkőzést a valóságban, akkor is ez történik. FIFA-ban megkapod a labdát, már nyomhatod a cseleket, biciklicselt csinálsz, össze-vissza mindenkin át tudsz menni, hogyha ügyes vagy. PES az másabb. És az, hogy miért Benny Bencivel kezdtem el ezt a karriert, itt lehetőségem volt, vagy Babati Benyámin, vagy Benny Bence, viszont én nagyon szerettem a támadó középpályások játékát, annó gondolok itt Xavira vagy Iniesta-ra, ezért úgy gondoltam, hogy Benny Bence bár igazából egy védekező középpályás, illetve bal hátvédként is szokott játszani az ET-ben szűkös időkben, amikor nincsen bal hátvéd, de úgy gondoltam, hogy belőle jó lenne egy jó támadó középpályás is, és az volt a célja a karriermódnak, hogy a Barcelonáig eljussunk. Hát itt ugye ez nem jött össze, mert csak Zete, aztán Fradi. Ezt érdemes kipróbálni, csak pár meccs erejéig is érdemes kipróbálni, hogy mégis milyen lehet egy játékossal, mert hát nehéz így elmondani. Kevés lehetőséget van, és végigfigyelned kell. Talán így mit tudnám összefoglalni. Hát végül is azért a Fradiba eljutni mégis azért szerintem nem bántok meg itt senkit, de meg nem is vagyok Fradi szurkoló, de azért mégiscsak Magyarország jelenleg talán tényleg legjobb csapata, ez a háromszor is bajnoki cím, bajnokok ligája, és aláttán azt, hogy azért nyilván, ha nem is egy Barcelonába, de sikerült eligazolni egy nagyobb csapatba, a válogatott bemutatkozni, úgyhogy ha nem is az eredeti célkitűzés, de valamilyen sikereket tényleg sikerült elérni abban a karrierben. És volt magyar-szlovák is. Igen, szóval... még ilyen csapatok ellen is sikerült játszani, tehát nem mondjuk Andorra vagy San Marino ellen lett beválogatva a csapat, mert ugye most már PES-ben ezek a válogatottak is ugye megtalálhatóak. És amit akartam még mondani, hogy nem kizárt, hogy szerintem a te karriered volt a legelső játékos karrier, ami NB1-es körülmények között zajlódott, úgyhogy szerintem ebbe is első vagy, majd utána kell járni, de mondom, szerintem azért ezt a címet is bezsebeltet, ha szabad így fogalmazni. Viszont ezek mellett szerintem, ha a megtekintési számot is nézzük, meg tényleg magát az egyediséget, tényleg mondhatjuk, hogy ez a két karrier volt talán tényleg a legnépszerű, de emellett nem csak ebből áll a csatornát, hanem rengeteg más ilyen videósorozatból, amelynek ugyanúgy köze van akár a PES-hez, akár most a FIFA-hoz, hiszen ugye volt olyan sorozat, ahol ugye nézőkkel játszhattál, most például a Legjobbak Ligája nevű sorozatnál tartasz, úgyhogy kicsit ezekről a zalaegerszeges karriereken kívüli sorozatokról kicsit légy szíves, mesélj nekünk. Ilyen kitekintéseim mindig voltak, de ezeknek a kitekintéseknek mindig az lett a vége, hogy térjünk vissza az alapokhoz, térjünk vissza az Zalaegerszegre, az Zalaegerszeg karrierúthoz, és hát jó eséllyel folytatni fogom, hiszen az ET-ben most majd az Ajax-szal fogok játszani, és már egy nagyon-nagyon komoly retem van a bajnokságban, és már nem PlayStation 4-en, hanem PlayStation 5-en játszok, tehát a videók minősége is jobb, illetve a Benny Bencés karriermódot is lehet, hogy folytatom, most kicsit kedvet is hoztál hozzá. A többi sorozat pedig mindig egy ilyen kis kikacsintás volt. Érdekelt az, hogy milyen fogadtatása lesz. Tehát, ugye említettem, hogy a Raccoon Heroes csatornán más játékokkal is játszottunk, ez azért van, mert nem csak a focis játékok érdekelnek. Érdekelt, hogy mi lenne, ha itt is egy kicsit több szint vinnénk a focis játékok közé, és kitekintenénk. Illetve érdekelt az, hogy hogyan fogadják az emberek a FIFA-t. Sok PES után visszatérni az alapjaimhoz, nézzük meg megint, milyen a FIFA 21,
és elindult így a legjobbak ligája. Na most érezhető, hogy körülbelül fele annyi embert érdekeltek ezek a kis kitekintések. Szóval az összes ilyen kitekintésnek az lett a vége, hogy úgy éreztem, nincsen meg az az érdeklődési kör, amit én gondoltam volna, szerettem volna, ezért azok abban maradtak, és visszatértem az alap elgondoláshoz. De természetesen még egy e-sportos ligában is részt vettem, ahol egész jó eredményt értem el, és onnan is kerültek ki videók a YouTube csatornára. De az megint más, amikor az ember kénytelen a játékra koncentrálni, és nem nézheted a csetet, mert e-sportban egy pillanatra félretekintesz, már vége, már kapod a gólt, és egy mérkőzés meg lehet nyerni egy góllal is. Tehát az a sorozat azért maradt abba, hogyha meg nem élőben közvetítettem, akkor az már nem volt olyan. Hát így, talán így tudnám összefoglalni. Ennek ellenére, hogyha kedvet kapok, akkor ugyanúgy készítek majd olyan kitekintős videókat, de tisztában vagyok azzal, hogy az embereket nem ez érdekli. És bár a FIFA 21 érdekelte az embereket, sajnos engem nem érdekelt az annyira, hogy komolyabb energiát fektessek bele, viszont ez a legjobbak ligája elképzelés, ez valószínűleg meg fog még jelenni az új PES-ben is, a PES 22-ben. Ez valószínűleg vissza fog térni, és szeretném újra visszahozni azt, hogy kamerás videók is kikerülnek a csatornára. Esetleg van tervben például olyan videó, hogy olyan sorozatokat hoznál vissza, amelyek mondjuk ritkábban jelentek meg, de egyébként tényleg mondjuk ez magán vélemény, nem tudom, hogy a többi néző hogy vélekedik, de szerintem azért tényleg nagyon jó ötlet volt, meg roppant érdekes, például a Gól című műsor, ahol ugye még a korábbi csatornádon, ha jól tudom, ott is volt 2 vagy 3 rész, aztán erre is átjött, viszont a pandémia után jött egy újabb rész, utána abba maradt, volt ugye olyan is nyáron, amikor éppen live közben a nézőkkel beszélgettél, szóval benne van a pakliban, vagy tervezett, hogy azért, ha még egy-egy rész erejéig, és nem mondjuk rendszeresen, mert nyilván mindenkinek van olyan elfogáltság, ami miatt mondjuk rendszeres dolgokat nem tudna bevállalni, és emiatt nincsen, de hogy egy-egy rész erejéig ezek visszajönnek-e? A Google-ban nagyon sok munka volt egyébként, és sajnos úgy éreztem, hogy a befektetett munka nem hozza meg a várt eredményt. Már való igaz, hogy tetszett az embereknek, és hogy egész jó, de még annyi és annyi ötletem lett volna, amit technikai hiányosságai miatt nem tudtam megvalósítani, hogy végül is az a sorozat azért maradt abba. Ki kell hangsúlyoznom, hogy én hobbi szinten YouTube-ozok, és készítem a videókat. Én nem szeretnék ebből övedelmet, vagy nem szeretnék erre karriert építeni, mert nem tudom megígérni azt a nézőknek, hogy például minden szerdán 6 órakor videó, vagy csütörtökönként ilyesmi. A Google sorozat pedig ezt kívánta volna, hogy hetente, legrosszabb esetben 2 hetente egy videó. Szóval jó lenne, de ahhoz, hogy úgy foglalkozzak ezzel a sorozattal, illetve az ilyenfajta sorozatokkal, ahogyan én szeretnék, ahhoz sokkal, de sokkal több időt kellene rászánnom, és ezt most sajnos nem engedhetem meg magamnak, szóval ezért maradtak abba. Pedig valószínűleg nagyobb megtekintés lenne, illetve több embert érdekelne az, hogy az adott fordulóból esetleg csak 3 mérkőzés, hogyha kiválasztok a legérdekesebbek is azokat, játsszuk, akkor azt megnézik az emberek, és beszél. Tehát kibeszélhettük volna az adott fordulót, hogy ki nyer, hogy mi lesz az eredmény, melyik csapatnak fontosabb, és az embereket ezzel talán jobban motiválhattam volna arra is, hogy kimenjenek futballmérkőzésre, illetve kövessék az NB1-et, valamint játszanak a patch-el, és használják a patch-et is hozzá. De a legkedvesebb élményemet azért hadd jegyezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy
hogy kimenni meccsre, mert többször is előfordult Zalaegerszegi mérkőzésen, hazai mérkőzésen, hogy oda vettek hozzám, és annak ellenére is, hogy még egy 1000 megtekintés is nagyon ritkaság számba ment, inkább pár százasokról beszélhetünk, ennek ellenére is oda jöttek hozzám, és kérdezték, hogy mikor lesz új rész, nagyon tetszik, amit csinálsz, stb. Sőt, még NBA-1-es játékos, még a most is az NBA-1-ben szereplő játékos is rendette, hogy szokta nézni a videókat. Szóval ez így abszolút jól esett, de azt látni kell, hogy itt a YouTube-on, vagy a Twitch-en, amelyik ember, amelyik szerkesztő tartalomgyártó nem tudja beletenni a kívánt időt, illetve energiát, annak nagyon nehéz életben is maradnia, mert hogyha valamit csinálsz, akkor azt vagy csináld jól, vagy ne csináljad se hogyan, és igen, próbálkozásaim voltak, de úgyhogy nem jöttek össze. Még lesznek a jövőben? Nagy kérdés. Meglátjuk akkor, mit hoz a jövő. Egy érdekes kérdés még, ami megfogalmazódott bennem. Ugye alapvetően tényleg mondjuk az enyémnek pont nincsen, de a legtöbb, vagy hát nem a legtöbb, tényleg azért tudunk olyan csatornákat bőven mondani, amelynek van egy úgymond, hát kabala figurája, vagy kabala állata, nem is tudom, melyik a helyesebb megfogalmazás. Ugye nálad ezt mondhatjuk nyugodtan, hogy a mosómedve, amely már a csatornának az ikonikus alakjává vált. Ugye ez még a legelső csatornádnál is így volt, sőt, hát ugye arról is lett elnevezve, és utána vitted magaddal. Ez egyébként a te ötleted volt, vagy honnan jött ez az egész, hogy a mosómedve legyen ennek a csatornának a alakszimbolyt? A GT5-ben volt egy mosómedvés állarc. És hogyha valaki felugrik a Rahetsz csatornára, és megnéz az első videókat, akkor gyakran találkozni fog ezzel a mosómocis állarccal. És lényegében innen jött az egész elképzelés. Az pedig, hogy vittem tovább, annak az egy oka van, hogy a rekognizó csatorna nélküle nem folytatódott, és úgy gondoltam, hogy ezt a rendet, ezt viszem tovább, és ez alapján az emberek is jobban megismernek majd. Aki eddig követett, az annak könnyebb lesz a beilleszkedés, úgymond a másik csatornára is, hiszen láthatja, hogy ugyanaz az ember vagyok most is, mint aki voltam akkoriban. Hát akkor mondhatjuk, hogy... Ennyi. Akkor akár mondhatjuk, hogy ikonikus alakjává is vált a csatornának, majdnem, mint mondjuk Zetének Zalazalán, vagy a Fradisas, vagy például Könben a Kecske. Most nem tudom, ilyen hasonló hasonlatok jöttek most nálam, de... Igen. Ugye mondhatjuk, hogy tényleg sokat foglalkozol labdarúgással, ugyan mondjuk tényleg nem mondjuk profi szinten, tehát nem tudom, hogy voltál-e profi szinten esetleg labdarúgó, vagy csak amatőr szinten, de azt tudjuk, hogy jársz meccsekre, azt tudjuk, hogy azért hobbi szinten, főleg így FIFA-ban azért, vagy PES-ben mostanában szintén otthon vagy a labdarúgásban rendszeresen követed az NB1-et, de van-e olyan hobbid, amely valamennyire így elvonatkoztat a labdarúgástól? Hát, hogyha az egyéb játékokkal való játékokat nem számoljuk ki, de akkor a kirándulás, illetve a kosárlabda. Ezt a kettőt mondtam. Esetleg vannak... De igen? A legnagyobb álmom az akkor is az, hogy gyerekemmel, most nemtől függetlenül, de kimenjek egy Zalaegerszeg mérkőzésre. Hát most nagyobb dolgot itt hirtelen nem tudnék elmondani. Nekem a futball az egész életemet végigkísért, és ezután is végigfogja. És ezért is van egy ilyen álmom, hogy elmegyek egy Zeta meccsre, az első osztályba, és megmutathatom azt a gyerekemnek is, hogy mi az, amit én nagyon szeretek, és mi az, ami a szenvedélyem már iskorom óta, az nekem egy hatalmas élmény lesz. Annak ellenére is, hogy milyen lesz a befogadása ennek, hiszen nem tetszett mindenkinek a labdarúgás, de ez az álmom. Más hobbi, meg tényleg nagyon sok játékot szeretek, rengeteg másik videójátékkal játszok. A Witcher rajongó vagyok egyébként, a szerepjátékokat is nagyon-nagyon szeretem. Szabadidős tevékenységekben pedig. A kosárlabda az, ami megfogott, ez pedig leginkább azért, mert Zalaegerszegen volt, illetve van is egy jó kosárcsapat. Most ezt a Antest azért rakjuk idézőjelben, mert épp hogy benn maradt a csapat, de
de a kosárlabdát azt játszani is, illetve nézni is szeretem. A foci az játékban annyira, annyira nem tetszett, megmondom őszintén. Mert pont ugyanaz az érzés volt bennem, mint a játékos karrier alatt Beri Bencével, hogy bárcsak én irányíthattam a többieket is. Hát így. Akkor maradjunk annyiba, a csapat összhang az nem volt a legmagasabb szinten. Maradjunk annyiba, igen. Hát gyakorlatilag... Hát amatőr szinten játszottunk kizárólag. Hát akkor hasonló... Nem megyei, vagy ilyesmi. Akkor hasonló cipőben járunk, viszont nem, ugye, hát nekem például van, hogy most saját magamból induljak ki, de az lenne ugye a következő kérdésem, hogy így a jövőbeli terveket tekintve a labdarúgással csak magánéleti, illetve hobbi szinten vannak ilyen terveid vagy céléd, amit említettél, vagy esetleg vannak mondjuk akár munka szinten is? Sokáig bennem volt az, hogy szeretnék az ETA-nél dolgozni, és valószínűleg, hogyha megnyerném a lottót, akkor támogatnám is a csapatot, vagy mennék dolgozni oda. De így egyébként nekem logisztikus a szakmám. Most logisztikus munkakörben nehéz lenne elhelyezkedni a labdarúgásban. Halljuk be. Maximum esetleg az MLS-hez tudnék így. Az például az ETA-hez, hát... Nem sok logisztikai érdekes munkakör lenne. Max az ilyen beszerzés, vagy ilyesmi, de úgy annyira ez már nem érdekes. Szóval nekem a labdarúgás az inkább egy szórakoztatóipari termék lesz és marad is. Rendben, Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát szerintem egy nagyon jó beszélgetésen lehetünk túl. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett az interjú, és szeretnétek hasonlókat, majd iratkozzatok fel. Megtaláljátok majd Krisztián csatornáját is a leírásban, úgyhogy sziasztok! Sziasztok, köszönöm én is!